Sziasztok! A mai videóban leginkább segítséget szeretnék tőletek kérni, méghozzá abban, hogy mit is lehetne kezdeni ezzel a rovarcsapdával. Ugye ez egy nagy feszültségű elektromos rovarcsapda, és hát talán nem a reklám helye, de ezt a metróban vásároltam, sőt kettő darab ilyet is. Ha jól emlékszem, akkor olyan 8000 forint környékén volt az áruk, és alig egy vagy másfél évet használtam, és most olyan, mintha nem működne. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy hogyan is kezdenétek hozzá egy nagy feszültségű ilyen készülék teszteléséhez. Arra gondoltam, hogy lebontom a burkolatát, és egy multiméter segítségével rámérek ide arra a két vezetékre, ahol a feszültség ugye ide van vezetve, de hát nem vagyok benne biztos, hogy azt a pár ezer voltot, ami itt áthalad feszültség, azt kibírná annak a szigetelése, úgyhogy nem biztos, hogy ez lesz a jó megoldás. Most arra gondoltam, hogy esetleg még meg lehetne próbálni ezzel a szuper kis kütyümmel, mutatom. Ugye ez egy feszültségkereső készülék, ugye rá is van írva, hogy Volt Finder, és van benne egy pici kis ellenlámpa is, és ezzel szoktam mindig ellenőrizni, hogy van-e valamiben áram. Érdekes, most miért nem sípol? Szokott a sípolnás. Szóval arra gondoltam, hogy ezzel a feszültségkeresővel ezzel fogom megvizsgálni, hogy van-e benne delej ezekben a rácsokban. Ugye nem erre a rácsra gondolok, hanem ami egyel beljebb van. Egy nagyon okos, ügyes megoldással oldották azt meg, hogy amikor átrepülnek a rovarok rajta, akkor ez a nagy feszültség gyakorlatilag elpárlogtatja a bennük lévő nedvességet. No, nézzük meg. Ugye az látszik, hogy a vezetékében van áram, és bekapcsoljuk. Itt már jelez áramot. Most úgy gondolom, hogy itt egy nagy feszültséget már jeleznie kellene a készüléknek, de nem jelez sajnos. No, hát akkor nincs is más hátra, mint hogy gyorsan szétkapom a készüléket, és megvizsgáljuk belülről is, hogy mi lehet a probléma. Most íme így néz ki szétszedve a készülék. Ugye túl sokat nem látunk, látunk itt egy trafót, és abból a két piros vezeték, ami már a nagy feszültség, jön ide a kis rácsozathoz. Most bekapcsolom és megnézzük, hogy abból a két piros vezetékből, hogy azon érkezik-e áram. Tehát a trafóban elvileg van. Itt is ebben a vezetékben jelez. Most ez nagyon érdekes, az előbb volt benne feszültség, most meg nincs. Most arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek ennek mi lehet az oka, hogy most például nincs benne feszültség. Kíváncsi lennék, hogy nektek volt-e már dolgotok ilyen készülékkel, vagy esetleg pont ilyen készülékkel, és esetleg ugyanezt tapasztaltátok-e, amit most én. Most a telefonnal folytatom a videót, mert sajnos a fényképezőben a memóriakártya megtelt, nem figyeltem oda, mielőtt elkezdtem a videót elkészíteni, de nem bírtam ki, hogy ne szedjem szét a készüléket. Úgyhogy ezt találtam benne. És most tudom, hogyha működne. Tehát most van benne delej, és most már meg is vannak az adatok is, tehát azt mondja, hogy ez 3,5 wattos, és 3000 voltot állít elő. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, a tippjeitekre és javaslataitokra. Úgyhogy ennyi volt már ez a videó, amint megjöttek a hozzászólások, folytatjuk a tesztelést. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!